a kárpátaljai kegyes nevezetű szervezet, kárpátaljai elfelejtett gyermekeket segítő egyesület olyan gyerekeket, beteg gyerekeket segít, akiket ott felejtenek a kórházakban, ott hagynak egy jobb életreményében a teljesen reménytelen helyzetben lévő szülők. Borzasztó, borzasztó. A gyerekeknek is borzasztó, a kórházaknak is, akik erre nincsenek felkészülve, úgyhogy ez a kegyes alapítvány, ezt én most már egy éve követem a munkájukat, és csodálatosan, amit művelnek, amit végeznek, úgy anyagilag segítik a gyerekeknek, akik ott élnek a kórházban, a tápszert, a drágább gyógyszereket, a pelenkát, a kis ruhákat, és hát a foglalkozást bejárnak hozzájuk, és van, aki megölelje őket is, van. Pótolhatatlan tényleg, amit csinálnak. Az ő javukra lesz idén is a gyűjtés, majd a végig mennek a versenyekkel. A Mária Remetei Werner kórus, amit Werner Alajos atya, templomunk szent életű zeneszerző papja alapított ezelőtt 70 évvel. Tehát ez a Werner kórus fogja kezdeni és nyitni az adventi koncertet. Négy karácsonyi éneket hallunk először. A legelső az Adeste Fideles, a 18. századi és azóta is töretlen népszerűségnek örvendő, ismeretlen eredetű, vagy hát vitatott eredetű karácsonyi dallam. Ó, jöjjetek hívek, ez a magyar szövege. Utána következik Vienes Valéria, 150 éve született és közel 100 évet megélt írónő és filozófus. Csodálatos Mária éneke, kvázi magnifikátja, a Magasztalja lelkem, amit Várdos Lajos zenésített meg. Ezt követi egy Bach korál, egy karácsonyi korál, ma minden angyal dalra kell, egy nagyon vidám és meleg hangulatú korál, és ennek a blokknak a zárása megint egy Várdos mű lesz, a karácsonyi bölcsődal. Tehát, ó, jöjjetek hívek, Magasztalja lelkem, ma minden angyal dalra kell, és karácsonyi bölcsődal. Oh!
Kantor Ilona legendás karnagy alapította 1949-ben, Kodály Zoltán engedélyezte a népfelvételt. Aztán egy kis szünet után 1977-ben alakultak újra, mint Andor Ilona baráti társaság Kodály kórusa. B. Horváth Andrea karnagyú, aki a Kodály társaság társelnöke és a Kóta elnöke. Fogadják szeretettel az ő korista is, Reinis Beát fog szólót énekelni. Magyar Kodály társelnöke vagyok, és a Kótának nem én vagyok az elnökek, hanem Kocsis Robert Zoltán. Nem szeretném... Oh, yeah.
főleg azért, mert elromolhatott szentestére az óvona. Tehát először Árnos művek, aztán Pretorius, és végül az örvendvilág és a csendeség. Thank you.
Amen.